Köszöntöm nézőinket, Tóna megye második legnagyobb településének Dombóvárnak polgármestere, Ővelem velem szembe, Szabó Lorándot köszöntöm. A neve nem egy szokmányos név. Jó kívánok. Valóban a Loránd név az nem egy szokványos, ugye a Szabó azért az elég szokványos, és nagyon sokan össze is keverik, van egy szabály, amit be kell tartani, ugyanis a Loránd, az kétféleképpen irandó, Ugye rövid akkor D a vége, ha hosszúval, akkor T a vége. Az első az az olaszos, a latinos változat, a másik pedig a germános változat. Amúgy összefüggésben van ugye a, a Rolanddal a hősi énekekkel, amúgy a neve is, a név is azt jelenti, hogy ő, hősi ő, harcos, hősi lovagnak a jelentését mutatja. Igaz ez önre? Ö, nem hiszem, a a név az, az, egy nyelvészre utal, egy nagy magyar nyelvészre, édesapám nyelvészként dolgozott nagyon sokáig tanáremberként, és az egyik kedvenc tanáráról adta nekem ezt a nevet. Tősgyükeres, Dombóvári, és hát ha már az édesapját említette, aki tanár volt, ezt vitte tovább a fia is, ugyanis ön is a tanári pályát adta fel, mondhatom-e ezt, nem tudom, a polgármesteri székért. Hogy jött a váltás? nem igazán adtam fel a tanári pályát. Meggyőződésem, hogy egy polgármester is tanár, pedagógus, hiszen nagyon sokszor kell tanítani, magyarázni, meggyőzni embereket, tehát az a pedagógus véna ebben az állásban is, ebben a foglalkozásban is nagyon-nagyon jól jön. Van azért több párhuzam is édesapám foglalkozásával. Valóban ő tanár volt, én hat évig álltam a katedrán, aztán azt követően édesapám volt polgármester, majd országgyűlési képviselő. Hát én most jelenleg polgármester vagyok, tehát úgymond ezt a részét még követem az ő életútjának is. Én nagyon szerettem tanítani, nagyon-nagyon nagy örömmel is csináltam, de egy idő után az ember, én legalábbis nem éreztem már akkora kihívásnak azt a munkát. Szakmailag sokkal többre vágytam, és a tanári pályát követően. Én a területfejlesztés terén kezdtem el dolgozni 1996-ban. Tulajdonképpen hozzám fűződik a domovári kistérségi társulásnak, úgymond az első időszakának a, a működtetése, amely megalapozta egy elég jól működő munkaszervezetnek a, a létét, és hát innit jött a váltás 2002-ben egy felkérés alapján indultam el a választáson. Ugye említette, hogy édesapja is erős szerepet vállalt a közéletben, akkor talán nem is kell feltennem a kérdést, hogy hogy jött ez a fajta érdeklődés önnél. Lehet azt mondani, hogy esetleg otthon, a családi asztal mellett, a helyi közéletről nagy viták, akár politikai beszélgetések hozták azt, hogy egyre jobban és egyre inkább bekapcsolódott a közéletbe, hiszen én most nem tudnám felsorolni, de nagyon sok szervezetnek, civil, közösségi térnek is, akár vezetője, akár tag és miért volt ez fontos? Hát számtalan vasárnapi ebéd alig-alig jutott el a desszertig, mert ha nálunk a család összejött, akkor ott két téma volt tulajdonképpen. Az egyik az a pedagógiai élet, az iskola, hiszen nagyon-nagyon sok rokon dolgozik tanári pályánál, és hát tudva levő, ha a pedagógusok összeülnek egy asztal köré, akkor ott előbb-utóbb vita lesz, óriási vita kerekedik. Ez nálunk is így volt mindig. A másik pedig valóban a közélet. És ez szerintem egy ilyen belső jellemzője a családunknak, hogy, hogy soha nem ragadtunk le, úgymond a család szűk körénél, hanem mindig többet, mindig többet egy, hát az, az, talán erős kifejezés, hogy küldetés tudatból, de mindig azért a közért valamit tenni, ezt fölvállaltuk. Kezdtem ezt már az általános iskolába, középiskolába, bár ott volt egy furcsa kanyar, hiszen kiszvezető voltam én abban az időszakban. Fölkértek a gimnázium kis kis titkárának, és akkor én ezt nem vállaltam el. Azt mondtam a kis tanácsadó tanárnak, hogy nem szeretnék első számú vezető lenni, ha lehet, akkor hadd legyek másodszámú vezető. Elég kritikus szemlélettel éltem akkor is, és azt mondtam, hogy másodszámú vezetőként sokkal kritikusabb lehetek, sokkal többet tudok úgy gondolom segíteni, mint az első számú vezető. Azóta már tudom, hogy azért ez nem egészen így működik. Ha az embernek vannak céljai, vannak elvárásai, vannak jó gondolatai, és úgy gondolja, hogy ennek van azért tömegbázisa, tehát sokan el tudják fogadni, sokan tudják támogatni, akkor azért néha jobb, hogyha ha fölvállalja ezeket a dolgokat, még hogyha sok hiba lehetőség is van ezekben a dolgokban. Tehát úgymond ez a közéleti szerep egyrészt innét jött, másrészt nem szeretem a magányt, szeretem, hogyha mindig vannak körülöttem, nagyon szeretek beszélgetni emberekkel, szeretek eszmecseréket folytatni, ne Isten vitatkozni bizonyos dolgokról, és ezt ezekben a közösségekben, hol szakmai, hol politikai, hol egyszerű baráti társaságokban ezeket nagyon jó meg lehet tenni. Emlékszik arra, hogy mit érzett, amikor megtalálta ez a bizonyos felkérés, hogy legyen a polgármester Dombóváron? Emlékszem, persze, hogy emlékszem. Rögtön elutasítottam. Pontosan azért, mert mert édesapámnak a példája jutott eszembe, hogy hány vita, hány olyan családi program esett ladba, vagy, vagy szenvedett kárt, amiatt, mert neki valamilyen közéleti szerepet kellett ellátni, és mennyi támadást kellett elviselni, még hogyha ő csak egy rövid időre, egy évre töltötte be ezt a tisztséget, majd utána országgyűlési képviselőként azért ugyanez volt. Sajnos én úgy látom, hogy Magyarországon a politikai kultúra a 15 év dacára, hiszen azóta van önkormányzati vagy szabadon választott rendszer, még mindig-mindig nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Látjuk ezt azért, úgy érzem, a parlamenti egyéb vitákban, önkormányzati vitákban. Az a fajta tisztelet, vagy a másiknak a véleményének a tiszteletbe tartása, elfogadása, a kulturált vitának az alapjai szerintem még nem igazán alakultak ki nálunk, és meggyőződésem, hogy erre még jó néhány évet, esetleg évtizedet várni kell, hogyha nem is ö, ugyanazon a politikai nézetem vagyok, mint a másik képviselőtársam, de a, a meggyőzésnek, a, az észre való érvelésnek az alapjait kellene vinnünk, és nem a másiknak a sértegetését, egy ilyen kicsit az anarchia felé ö, vívő viselkedésmódot, ami sajnos Dombováron a képviselőtestületben is egy pára megpróbálna, meg hát ahogy látjuk azért ez országosan is jellemző. Tehát akkor először az volt az első gondolat, hogy köszönöm, én ebből nem kérek. Akkor mi döntött mégis amellett, hogy hát meg volt ez a bizonyos jelölés, és hát mi volt akkor, amikor kiderült, hogy nyertesként? Ez azért volt érdekes, mert ugye a területfejlesztésben dolgozva, hat éven keresztül én nagyon sok tervet készítettem. Ezek a tervek Dombovára, a kistérségre szóltak. Volt itt oktatási, gazdasági rész, az ipari partnak a Tanulmánytervét nagyrészt én készítettem 1990-ben, 1990 aztán uh, voltak olyan vállalkozásfejlesztési, turisztikai fejlesztési programjaink, ahol úgy érzem, hogy egy nagyon jó szakmai stábbal nagyon klassz, innovatív, újszerű ötleteket tudtunk kitalálni, és nagyon-nagyon uh, jó kapcsolatban voltam a polgármesterekkel, és hát vagyok is a kis nagyon nagy szabadságot adtak a megvalósítás terén is. De nyilván ez a szabadság kerete, határa, ez egy bizonyos vonalnál, határvonalnál véget ért. És miután egy jó három-négy hónapon keresztül ment ez a felkérési ceremónia, hogy vállaljam, ne vállaljam, vállaljam, ne vállaljam, sokat beszélgettünk erről. Arra gondoltam, hogy hát átléphetek a dolognak a másik oldalára, amikor nem csak tervezek, hanem közrejátszom abban, döntést hozhatok, hogy megvalósítjuk-e a tervezett dolgokat, ha megvalósítjuk, hogyan, milyen módszerrel eredményt tudunk-e elérni. És azt mondhatom így utólag, hogy ez bejött, a mai napig tervezek, ezt a dolgot nem adtam föl, természetesen most már nem olyan részletekre menően végzem ezt a dolgot, sokkal inkább a stratégiának a kialakításában, irányításában veszek részt, és hát a megvalósításban. Mikorában, ugye elsősorban úgymond az asztalnál ülve, kevesebbet a terepen, létezve, mozogva ment ez a dolog. Amikor a választás megtörtént, hát természetesen az öröm az óriási volt. Ugyanakkor én azt éreztem, hogy persze egy választás mindig kiszámíthatatlan a két ellenfelem volt. Igazából a, az ellenfeleimnek nem volt programja. A pártoknak sem volt programja Dombováron. Ez volt talán az első olyan választás a 2002-es önkormányzati választás Dombováron, amikor egy jelölt, egy polgármester jelölt, kijött egy komplex programmal. És az azért meglepte az embereket, meglepte már csak azért is, mert teljesen újszerű volt az elnevezése, azért a politikai marketinget is figyelemmel kísértem, kísérem jelenleg is, és tudtam akkor is, hogy kell egy olyan biflangos név, ami durra nagyot szól, és az emberek fölkapják a fejüket. Ez volt az új Dombovár születik elnevezés, ami azért óriási veszélyeket hordoz magába, hiszen fölvállalni egy ilyen nevet, hogy új Dombovár születik, és ha nem sikerül, akkor azért kőkeményen visszacsap a dolog, nagyon sokat kell magyarázni, bele lehet bukni. Eddig úgy néz ki, hogy a program jó úton halad. Ha most egy átlagot mondok, vállaltunk 10 pontot, ennél jóval többet vállaltunk persze, abban eddig úgy néz ki, hogy 9 sikerült, ez egy nagyon jó arány, de mellette van 5-6 még plusz olyan pont, átlagban mondom, ami nem lett bevállalva, nem mondtuk, hogy megcsináljuk, de ennek ellenére úgy alakultak a dolgok, hogy sikerült összehozni. Tehát az biztos, hogy a ciklus végére, most itt már a negyedik évben lépve, azt az ellenfelek, akik nem támogattak, vagy nem támogatnak, nem tudják elmondani, hogy az új domovár program nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Gondolom, hogy ez azért egy erős embert kíván, és rengeteg időt. Mondjuk mit szólt a szűk ahhoz, amikor bejött úgymond ez a választás? Vagy éppen ez a időszak a gondolom, hogy akár édesapjával, akár a kedves feleségével megvitatták ezt a kérdést, és hát tudták, hogy ez mivel jár. Ez hogy csapódott le a magánéletben? Ez egy elég furcsa lecsapódás volt, mert mindegyik azt mondta a kezdetektől, hogy ne vállaljam. Ne csináljam, és hát, valahol lehet, hogy igazuk is volt, hiszen ők tudták, érezték, hogy ez az ő számukra mit fog jelenteni. A polgármesteri tisztség nagyon sok közszerepléssel jár, ugyanakkor Dombovár, ugye már az a méretű város, ahol 20800 an vagyunk, komoly apparátus kell működtetni. Szerencsére Dombováron nagyon jó a stáb, közel százan dolgoznak a polgármesteri hivatalba, őket irányítani kell ővelük együtt kell dolgozni, meg kell nyerni a munkatársakat azért, hogy ne csak azt érezik, hogy na most van egy polgármester, aki most feltételes módban a főnökük, mert hát nem én vagyok a főnök, hanem ugye a főjegyző asszony, és ővel is nagyon jó azért a kapcsolat, de ezt azért el kellett fogadtatni, főleg mondjuk a korom szempontjából is, hiszen 34 évesen lettem polgármester, hogy ha hát volt ott olyan kollega, aki 30-35 éve ott dolgozik, gyerekkorom óta, születésem óta ismert, és hát most a, a korábbi Lóriból, Lórikámból, ugye polgármester úr lettem. Persze ezt a váltást nagyon gyorsan meg lehetett csinálni, az tekintét az eredményeken keresztül azért ki lehetett vívni, viszont fontos volt, hogy ez a kapcsolat, ez partneri maradjon. Ma már nagyon sokan tudják, hogy félig meddig a portás is én vagyok a hivatalban. Általában reggel 6 órakor én nyitom a hivatalt. Erre azért van szükség, mert 6-tól fél 8-ig 8, -ig, 8 -ig akkor szabad a levegő, akkor tudom a postát az előző napit, stb. megcsinálni fél kor hazaszaladok, elviszem a gyermekeket iskolába. Két gyermeke van. Igen, két fiam van, majd vissza a hivatalba. És tulajdonképpen a hétvégék azok, amikor a gyerekekre valamicske időt lehet szakítani, akkor viszont koncentrálom a dolgot, elmegyünk horgászni, elmegyünk focizni, kisebbik fiam nagy reménység jelenleg is tolam egy válogatottjában játszik 8 évesen. Úgyhogy, Gratulálunk! Igen, úgyhogy akkor az ember megpróbálja kiszakítani azt az időt, és akkor csak tényleg arra koncentrálni. Általában arra kivannak akadva a gyerekek, hogyha mobiltelefon nálam van, és jegyzik, hogy hányszor telefonáltam az alatt az idő alatt, amíg rájuk kellett volna hogy -e figyelnem, de ma már megcsinálom azt, már is, tudom hogy tudom a... érteni őket. Úgyhogy a mobiltelefont sem viszem el mert tényleg különben ö, ott adják az ember békén, amikor a gyerekeivel van. Polgármester úr, van-e valami hobbi? Azt tudom, hogy szereti a sportot, és hát ugye ö, a futball és a kosárlabda is közel áll önhöz, de vala, van-e valami olyasmi, ami megmaradt, és az akár mennyire is szorított az idő, nem enged belőle, és az az élete része? Hát valóban ez az egyik a labdarúgás. Hetente kétszer egy-egy csapatban, két különböző csapatban játszom. Érdekes, hogy mindegyik ilyen 15 éves baráti társaság, sőt az egyik még régebbi, csak én 15 évvel ezelőtt csatlakoztam hozzájuk. Tehát ezt semmiért föl nem adnám. Volt már olyan megbeszélés, vagy volt már olyan fórum, amikor mondtam, hogy sajnálom nekem kötelező programom van, de megértették, mert tudták, nyilván ez egy kötetlenebb program volt, és elmentem a foci meccsre játszani. Ezen kívül talán azt mondhatnám, hogy a, a, a szakmám, és most már nem a pedagógus pálya, hanem a területfejlesztés, mint szakma, az, amelyik a szakma mellett, a munka mellett egyben hobbi is, a most itt óriási lemaradásom, hiszen ezt a hobbit csak úgy lehet művelni, ha valaki nagyon-nagyon sokat képzi magát tovább, igaz, hogy autodidakta módon. Iszonyatos mennyiségű az a szakirodalom, ami az elmúlt három évben felgyőlem ott fekszik az asztalomon. A kis irodámban, és arra vár, hogy mikor lesz az a következő egy év, amikor semmi más nem fogok csinálni, mint ezeket a szakirodalmakat fogom olvasni, mint egy bepótolandó. Valószínűleg sose, lesz, sose jön el ez az idő, de hát ezen a téren azért óriási lemaradásaim is vannak. Van is nagy lelkismeretfordulásom emiatt. Néha rosszul vagyok, amikor ránézek ezekre a folyóiratokra, könyvekre, hogy miket szalasztok el, de hát egyszer talán majd sikerül bepótolni. Oroszul, angolul és németül is beszél. Tehát képzi magát. Miért fontos ez? Most az ember persze érti azt, amit mond, hogy a területfejlesztés, meg hát nyilván a fiatal kora is indokolja azt, hogy az ember képezne magát, de mondhatta volna azt is, amikor beült abba a bizonyos székbe, hogy hát köszönöm, most olyan pozícióba vagyok, hogy táplálkozom abból, amit eddig beraktároztam, aztán majd lesz valami. Ez szerintem nem így működik, tehát én hiszek abban, amit a az orosz úgy mondja, hogy vegzívi vegucsis, ugye a jó papi soltik tanul. Én eredetileg orosz szakos vagyok, mellette földrajzos. De igazából a földrajzot tartom azért a fő szakmámnak, a szaktantárgyamnak. A földrajz ugye az egy integráló tantárgy. Abban van természetföldrajz, gazdaságföldrajz, történeti földrajz, politikai földrajz, kémia, fizika. Nagyon-nagyon sok mindenből tevődik össze. Azt szoktam mondani, hogy egy földrajzos mindenhez ért, és mégse ért semmihez, mert mindenből csipeget egy kicsit most ez a fajta szemléletmód, ez a komplex szemléletmód nagyon sokat használt a területfejlesztésben, de nagyon sokat használ a polgármesteri munkában is. Szóval ha végignézzük azt, hogy egy polgármesteri hivatal, egy képviselőtestület polgármester mivel foglalkozik, az majdnem olyan, mint a földrajz. Hát ott van humán rész, van gazdasági rész, egészségügy, oktatás, végig lehet menni, és ezek azért mindig mindenáron áron összefüggnek. Ezt a földrajz számomra nagyon jól megtanította, hogy ilyen formában kell nézni, tekinteni a világot. Tehát visszatérve a nyelvekre, az orosz tudás az innét van természetesen, abból diplomám van. A németet egy kicsit a családi identitásból is, hát mint mindenki Magyarországon nyilván én is egy jó kis egyveleg vagyok, székely, de többségében sváb ősöktől, nagyapám tisztelete is mondatta velem, hogy igen, a németet azt tudni kell, tanulni kell, azóta nagy hasznát is veszem azért ennek. Hát az angol az meg nélkülözhetetlen a szakmát tekintve is, hiszen számtalan anyag, irodalom csak így férhető, így található meg, és hát másfél éve tagja vagyok a Régió Bizottságának, azon belül is a területfejlesztési szakbizottságnak, negyed évente Brüsszelbe kell utaznom, ahol hát nem kérdezik meg, hogy most tudok-e valamilyen nyelvet vagy nem, egyszerűen így kommunikálnak az emberrel. Bár ott jobbára inkább a francia megy, tehát nagyon sokszor a francia az nagyobb ö, haszonnal járna, azonban hát Magyarországon a francia nyelvoktatás ugye nem éppen a csúcson van az elsődleges nyelvek között, így hát ott jobbára azért angolul megy a kommunikáció. A feleségéről szabad valamit tudnunk? A feleségem szakmabeli, olyan értelme, hogy szintén tanár, az egyik középiskolában tanít, ő pont francia nyelvet amúgy. Ó, oh, hát akkor. <laughs> Igen, főiskolán ismerkedtünk meg, Másik szakja az földrajz volt, illetve neki is van egy orosz szakja, és hát innét van a kapcsolat. Polgármester úr, ugye hát beszéltünk most már tulajdonképpen egy jó nagy átfogó időszakról, ami jövő évben, mondhatom azt is talán, hogy megmérettetik. Hogyan néz, ha még nem is a jövő évben, de mindenképpen a jövő év ilyen szempontból már fontos lesz, hogyan néz a 2006-os év elé, ilyen szempontból hogyan gondolkodik, hogyan tervez? Én azt mondtam, és az ismerősökkel, illetve a, a képviselőtársaimmal, akikkel együtt dolgozunk, és úgy tetszik, egy huron pendülünk. Tavaszig, amíg az országos választások nem dőlnek el, ne nagyon tervezünk, ne nagyon nézzük azt, hogy ki mit akar, hogyan akarja. Persze már helyezkedések természetesen vannak. Ha a munkámra szigorúan a szakmai részére gondolok, akkor úgy gondolom, és úgy, úgy vélem, hogy azt a munkát, amit elkeztünk és nem eredménytelenül, legalább négy év még kellene ahhoz, hogy befejezzük, illetve természetesen ezt befejezni soha nem lehet de valamilyen est, egy szakaszt, egy, egy nagyon fontos ciklus Domovár életében le tudjunk zárni. A négy évehez nagyon-nagyon kevés, bár azért volt egy olyan helyzeti előnyöm, hogy nem úgy ültem be a polgármesteri székbe, mint sok frissen megválasztott kollégám, hogy ugye fél évig a telefonkönyvben azt keresi, hogy egyáltalán ki kicsoda, meg hogy kivel hol lehet összejönni, a kapcsolatokat építeni, hiszen ez egy nagyon fontos munka rész ebben a, a foglalkozásban a kapcsolatok hanem beültem, és másnap már tudtam, hogy kit, hol, hogyan, miért kell keresni, hol lehet információkat összegyűjteni. A ciklus lezártával, ahogy mondtam, az újdombovár születik program többnyire megvalósul. A dombováriaknak ez meglepetés volt, hogy négy év alatt ennyi, ilyen mértékű, ekkora költségvetésű beruházásokat, beruházási csomagot meg lehet valósítani. Ez egy nagyon komoly szakmai munkát igényelt. Viszont én tudom, érzem, hogy ebben a városban, ebben a közösségben sokkal több van. És azért is van sokkal több, mert tudjuk, látjuk azt a célt, amivel nagyon sok térség, település nincs is tisztában, hogy, hogy merre menjen, mit fejleszten. Most nem arról van szó, hogy az árok, a járda, az mindenhol alapszükséglet. De mi az a különlegesség, mi az a jellegzetesség, mi az a gazdasági stratégia irány, amihez neki a programját illeszteni kell. Domováron én már tudjuk, hogy az egészségipar lehet ez a program, az egészségipar ilyen szempontból mindent átsző, mindent átfog, a településrehabilitációt, a szakképzéstől kezdve, a gazdaságfejlesztést, a gyógyturizmust, az idegenforgalmi szolgáltatás, mindent mindenhova odaér, de erre kell koncentrálnunk. Erre elkészítettünk egy nagyon klassz programot, az Egészségügyi Minisztérium úgy néz ki kiemeli mintaprogramnak is, és ehhez a programhoz a következő ciklusban amikor most nem a választási ciklusról beszélek, hanem az Európai Unió pénzügyi ciklusáról, 2007-2013 közötti ciklusról van szó, iszonyatos pénzek, iszonyatos nagyságú pénzek állnak rendelkezésre arra, hogyha valakinek van egy jó országterve, ugye az a nemzeti fejlesztési terv, van egy jó regionális terve, vagy van egy jó városépítő, térségfejlesztő terve, ahhoz, ha az értelmes forrásokat tudjon szerezni. Nekünk hál' Isten, van ilyen tervünk, tudjuk, hogy a forrásokat hogyan, milyen formába kell megszerezni, és ezt a sanszot azért nem igazán szeretném elszalasztani. Nem az én szempontomból, Dobovár értelmi érdekében. Értem, azt hiszem, hogy ebben a válaszban minden benne volt. A beszélgetés végéhez értünk, letelt a műsoridó. Egyetlen egy kérdés, érezzük tehát a határozott jövőképet. Mit kívánjunk ehhez? Ehhez a határozott jövőképhez, a megvalósításhoz mindenképpen az összefogást kell kívánni szerintem. Azt kell kívánni, hogy a dombováriaknak, a megyevezetőknek, az országvezetőknek érezni kell, hogy ha egy ilyen programot nem vannak sokan magukénak, nem támogatják, akkor az semmit nem ér. Tehát én az összefogást kívánom ehhez. Így legyen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm A nézőknek a figyelmet köszönjük, várjuk Önöket legközelebb is viszontlátásra.